minden egyes olyan dolog, amit digitalizálható, vagy épp digitalizáljuk, azt adattestnek nevezzük. És az adattestünk az folyamatosan növekszik. Tehát az adattestünkből nem lehet fogyni. Ott sajnos azt kell mondani, hogy digitálisan kövérek vagyunk, és egyre kövérebb és kövérebb lesz az ember. És erre az adattestre azért érdemes figyelni, mert aki ezt tanulmányozza, az pontosan tisztában lehet azzal, hogy milyen ingerekre, milyen reakciók fognak érkezni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyből minden így ment flottul. Rengeteg probléma van, amikor az ember elkezd vállalkozni, mert olyan kérdés, vagy olyan problémák fölmerülnek, aminek a legelején még a kérdését sem tudta az ember, tehát még a kérdést sem tudta föltenni, de ez a szép. Merjen vállalkozni, csinálja a lehető legjobb tudása szerint, és folyamatosan fejlesz magát. ez a legfontosabb. Szilárd, etikus hacker, filozófus. Fiatal kora óta vállalkozik, Helsi Cleaning, környezetbarát takarító szolgáltatást kínáló cégével, elnyerte a Telekom tetrekész díját. Jelenleg a családi cégükben kamatoztatja tudását, emellett pedig gyakori előadó, a TEDx színpadán is láthattuk már. Sziasztok, én Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt ismét a Korlátok nélkül magazin. Először is szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, mert így biztosan nem maradtok le a következő epizódokról. Hétről hétre azon dolgozunk, hogy olyan izgalmas, inspiráló tartalmakat, embereket mutassunk be nektek, akik utána titeket is inspirálni tudnak. Mai vendégünk Seres Szilárd, etikus hacker filozófus. Szilárd, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és hogy itt vagy. Szia, Misi, üdvözlöm a nézőket. Mi egy TEDx konferencián találkoztunk, és most olvastam el így 5-6 év távlatából, hogy mi volt ott a bemutatkozásod. És az szerepelt benne, hogy te már 20 évesen több mint 50 országban jártál. Hogy történt ez? A szüleim azt tartották fontosnak, hogy legyen egy világ világszemléletem, és ezért rengeteg országba utaztunk el. És az adott országban nem csak a tengerpartokat látogattuk meg, és voltunk ott egy hétig, hanem a különböző nevezetességeket is, sokszor letérve a turista úton alakról. Tehát most ide forgatásra is egyébként, ahogy beszéltük, egy túráról jövök, ahol négy országban voltunk, ez most itt a közelben volt Ausztria, Olaszország és Szlovénia, és itt is a hegyekbe mentünk, túráztunk, raftingoltunk, tehát hogy, hogy nem arról, a barátnőmmel, aki ott ül hátul, nem arról volt szó, hogy, csak akkor a tengerparton hesszelünk egy hétig, hanem tényleg múzeumokat nézzünk meg, minél inkább tágítsuk a szemléletünket, első világháborús múzeumok, frontvonalon, a Szocsán raftingoljunk, megmásszuk a különböző Triglav Nemzeti Parkba található hegyeket, tehát ez volt a fontos, mert ettől lesz szerintem az ember élmény dús, és ezért tud a világra nyitottan nézni, és minden ötletre nyitottan hozzáállni abszolút egyetértek. Melyik volt az, amelyik a legnagyobb hatással volt rád? Több is volt. Amerika volt az egyik ilyen, ahol magát a, a kultúrát, a bátyám kint tanult, és mi kimentünk hozzá három és fél hétre. Ed, ez Meg... melyik város? Ez a régió igazából, észak-kelet. Tehát Washingtontól Hastings, New York és Kanadában még Toronto, tehát egy ilyen delta részt néztünk igazából meg, több várost ott is, nagyon tetszett, hogy az út mentén a legnagyobb serpenyőt láttam a világon, tehát hogy ilyenek annak kiállítva. Ez volt nagyon érdekes Bali például, hogy ott az embereknek milyen a életszemlélete, tehát az, aki havi 10 meg 40 ezer forintokból élnek, és 10-20 ember tart el például egy férfi, hogy milyen boldogan áll az élethez, és hogy mennyire szereti a munkáját, hogy van. Tehát egyáltalán a szegénységén keserek, hanem azon, hogy van munkája és az életnek az örömét nézi. Az is nagyon megfogott, Tunézia is nagyon megfogott, hogy hogyan állnak az emberek a meleghez, lévén, hogy én kicsit bundás vagyok, tehát <laughs> nem nagyon bírom a meleget, de abszolút nekem a kedvenc országom a Szlovénia, illetve Görzni, az egy Channel Island francia ország és Nagy-Britannia között, igazából egy ötször öt kilométeres kis sziget, ami maga a mese szerintem. És ezeket utána te be tudtad építeni a saját életedbe? Tehát például, amit Baliról meséltél, hogy hogy állnak hozzá a, a, az élethez, a boldogsághoz, utána te ezt hazajöve tudtad alkalmazni a saját életedben? Nem minden, de próbálok, igen, tehát hogy ennek pont az a lényege, hogy megnézem, hogy mi az, ami szimpatikus számomra, és, és azt próbálom beépíteni a mentalitásomba, a világlátásomba, és szerintem a legfontosabb, amit így negyed évszázad után elmondhatok, hogy az ember legyen nyitott. Tehát mindig mindenre álljon nyitottan, és ne gondolja azt, hogy ő birtokában van, annak a tudásnak, hogy ismeri. Ez mondjuk a szakmámból kifolyólag is, hogy sokan azt mondják, á, ah, ismerem azt, és akkor valójában sokkal mélyebb rétegei vannak a dolognak. Szerintem az ember legyen nyitott, ez a legfontosabb, és tényleg vidám, tehát, hogy ugyanannyiba kerül, a ha szomorúak lennénk, úgyhogy... <laughs> Jogos. Akkor ezzel igazából összefügg, hogy te filozófiát tanultál? Igen, a filozófia ebből a szempontból nagyon érdekel. Tehát, hogy Azokat az elméleteket, logikai csavarokat, amiket nagy gondolkodók több évezreden keresztül láttak a világról, az valahogy ugyanígy az utazáshoz kapcsolódik, hogy amikor utazok, akkor meglátom azt, hogy hogyan gondolkodik adott esetben egy helyi. Tehát egy rövid példával élve, most fölmentünk egy hágón, a Google Elvit minket a nem tudom hova. Tényleg, tehát neve nincs hegy. De ilyen 1700 méteren voltunk Szlovéniában, ahol egy ház volt, és úgy kellett végigmenni az úton, hogy folyamatosan dudáltam, mert a kocsinak a kereke már érte az út szélét. Meglátta ezt a bácsika, és egyből bepattant a kocsiába, és segített nekünk lejönni a hágóról, megmutatta, hogy melyik a legrövidebb út, hogyan tudunk visszakanyarodni. Pedig a Google egyébként mutatta, csak a bácsika azt hittem, amikor megálltunk a helytetén, és kifújtam magamat, hogy ú, itt el vannak tévedve, soha nem látott valószínűleg külföldi rendszámos autót, mert <laughs> tényleg semmi közepén volt. És ugyanígy a filozófia is, hogy ezek a legegyszerűbb dolgok, valójában szerintem az életnek a eszenciáját adják, hogy hogyan állunk idegenekhez, hogyan állunk máshoz, mit gondolunk a körülvelő világról. Tehát a bácsi ott a hegyen semmi dolga nincs. Megtette volna, hogy csak nézi, hogy ott, <laughs> ott vannak a vadidegen. De adidegen, segítőkész és volt, segítőkész. Mert őt így nevelték. Igen, vagy lehet, hogy erre jött rá, hogy, hogy ez a fajta életszemlélet, ez egy olyan pozitivitást ad, hogy van ez a mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Szerintem ez abszolút igaz. Tehát, hogy nekünk nagyon sokat jelentett, hogy a bácsi levit minket, úgymond levitt, tehát hetvennél ment a szerpenti, <laughs> <laughs> azik tudtuk utolérni, de de az, hogy, az, hogy ő levit, szerintem neki ez egy élmény lehetett, és ezek után én is úgy vezettem tovább, hogy bárki, aki jött, az beengedtem magam, és stb. Tehát egy ilyen nagyon nagy nyugalmat árasztott, és valahogy visszatérve a kérdésedre, a filozófia, nagyon sokszor azt mondják, hogy ilyen elefánt toronyba lévő gondolkodás. Én ugye, majd gondolom rátérünk a másik szakmámból kifolyólag, nekem egy jövőkutatáshoz kapcsolódik az, amit én onnét kivettem magamnak, de valójában a filozófia az ebből a szempontból is érdekelt, hogy régebben hogyan gondolták, hogyan látták a világot. Igen, ahogy említetted, hogy rátérünk, te közben teljesen más dolgokkal is foglalkoztál, foglalkozol. Hogy jött az, hogy ezután etikus hackernek tanultál? Uh, ez előbb jött egyébként, mint a filozófia, és bármennyire is szégyenbe vallani, én. Ezt kitaláltam kiskoromban, hogy milyen jól hangzik, mint csajozó szöveg, hogy etikus, filozófus. és a buszmegállóba leszólítasz egy hölgyet, és most tudom, hogy itt van a kedvesed. De, de, de nem így történt, igen. Nem, tehát hogy valójában ez egy ilyen nagyon menő dolognak tűnt. Nekem is ilyen nagyon elmondnak. Szüleim közgazdászok, tanárdiplomájuk van, gépészdiplomájuk, tehát ők sok diplomával rendelkező emberek, de mindig így földhöz ragadtabbak voltak. Én kicsikét így ábrándoztam tudod a világról mindig is, és innét jött a filozófia. Az etikus ekkerség meg onnét, hogy mi 2002-ben Kamarerdőbe költöztünk, és ki volt éve egy tábla, hogy Kürt elköltözött. Majd 300 méterrel odébb egy ismétett tábla, hogy Kürt elköltözött, majd még egy ugyanilyen tábla, és mondom, mi az, amit ennyiszer kitábláznak? És több mint 10 éven keresztül láttam ezt a táblát, hogy a Kürt elköltözött, és 15... 16 éves lettem, mondtam, hogy engem már érdekel, mi ez a kürt, ami elköltözött, tehát, hogy, hogy nagyon, és csak bementem a kürt székházba, ahol egyébként pont uh, kürti uh, Sándor uh, volt ott az aulába, és elkezdtem vele egy picit beszélgetni, utána elmentem pár ilyen nyílt napra, és utána ő nagyon kedvesen körbe mutatta nekem magát a, a, az irodáját, az, hogy... Né nézőknek is mondjuk el, hogy mi ez a kürt adatmentéssel foglalkozó cég. Én nagyon fiatalon kezdtem ilyen nyílt napokra oda járni. És ott megismertem több előadót is, akik utána elmondták a Sándor, tehát a Küti Sándor úrnak, hogy én itt fiatalon itt, itt, mit járkálok, és hogy én elmondtam, hogy mit szeretnék, majd nyilván, hogyha nagyobb leszek, stb. Mert tudtam azt, hogy ha a etikus ekerképzésre jelentkezek, akkor ott minimum 25 éves kor fölött lehetett ugye akkor még jelentkezni de én nagyon szerettem volna. És négy évig uh, rágtam ott igazából az oktatók fülét, minden nyílt napon ott voltam, minden eseményükre elmentem, minden meetupjukra, és hát a végén felvételt nyertem, aminek így visszamenőleg nem tudom, hogy örülök-e. De... erre <laughs> majd kitérünk. Ekkor voltál? 20... Ekkor voltam 20 vagy 19 vagy valami és Egyetem, tehát rögtön, rögtön egyetem kezdetén. És hát ugye akkor már filozófiára felvettek, eltére. És Hát annyira vonzott ez az egész hacker dolog, tehát maga a szemlélet, hogy ne csak azt nézzük meg, vagy már inkább máshogy fogalmazok, ne csak használjuk az eszközöket, amik, amik a kezünkben vannak, vagy amik épp előttünk vannak, hanem értsük is meg, hogy ezek milyen rendszerben működnek, mi a wifi például, mi történik akkor, amikor én fölcsatlakozok az internetre, tehát egy kicsit mélyebb rétegek, hát ennél azért sokkal mélyebb rétegekben ment el ez a képzés, és egy nagyon-nagyon komplex tudást adott egyébként, aminek mai napig nagyon örülök, tehát hogy a világlátásomhoz rengeteg mindent hozzátett, és például ma a LT-nek, a LTBTK-n a filozófia tanszéken van egy olyan oktatás, ami a jövő filozófiára, tehát szifi filozófia így van, és az egyik óra az én, az én általam írt anyagokból szól, mert én összehoztam az etikus hekkeséget a filozófiával, és magáról az adattestről, a megjósolható eseményekről írtam egy nagyon hosszú Szerintem eszét, mások szerint ez kicsit komolyabb munka, és hát abból van igazából egy ilyen óra tartva, hogy hogyan kell gondolkodni ma. Ugye ez a Szifi filozófiája, ez igazából már a választható tantárgyak között van, de egy ilyen modern gondolkodásba segít betekinteni a hallgatóknak, és ott arról van szó, hogy hogyan használjuk magát a netet, és azon belül mire kell figyelnünk, mert milyen olyan adattesteket, olyan adat, nyomokat hagyhatunk magunk mögött, ami a későbbiekben fontos lehet számunkra, és itt még nem lövöm le a point, mert mi nekünk másonnét is van ismerettségünk. Igen. Na de kezdjük onnan, hogy mit jelent pontosan az adattest? Kezdjük úgy, hogy az embernek van egy fizikai teste, ami megszületik vele együtt, ezt tud hízni, tud fogyni, folyamatosan az élete során változik, majd amikor az embernek eljön az élete, élete vége, akkor meghal, és utána ugye elenyészik, visszakerül ugye a földbe. De most az adattest már a születésünk előtt létrejön, abból, hogy ki az anyukánk, ki az apukánk, milyen családi háttérbe fogunk születni, mi a nemünk, stb. Miután megszületünk, folyamatosan minden egyes adat, ami rólunk generálódik, ide tényleg be lehet hozni azokat a közül közadatokat, amik például a különböző kártyáinkon vannak, be lehet hozni az egészségügyi adatainkat, be lehet hozni a, a lakcímünktől elkezdve a, a barátnőnkkel való beszélgetésig, vagy egy akár be lehet idehozni Azokat, hogy mi például miről csetelünk, milyen szavakat használunk, milyen szemantikai összetételben, amikor ezt használjuk, akkor épp hol tartózkodunk, mi a geolokációnk, azon belül épp merre sétálunk, milyen boltokba vásárolunk, mit vásárolunk, mennyért vásároljuk, milyen gyakran vásároljuk ugyanazokat a dolgokat, merre megyünk, munkába reggel. Tehát minden egyes olyan dolog, amit digitalizálható, vagy épp digitalizáljuk, azt adattestnek nevezzük. És az adattestünk az folyamatosan növekszik. Tehát az adattestünkből nem lehet fogyni. Ott Sajnos azt kell mondani, hogy digitálisan kövérek vagyunk, és egyre kövérebb és kövérebb lesz az ember. És erre az adat azért érdemes figyelni, mert aki ezt tanulmányozza, az pontosan tisztában lehet azzal, hogy milyen ingerekre, milyen reakciók fognak érkezni egy adott emberről, mert annyi, annyi adatot generálunk, amiről nem is gondolná az ember, de, de ugyanott a Google. A Google-be például meg lehet nézni, visszamenőlegesen most ez ilyen gyermetek dolog, de meg lehet nézni, hogy hol járt az ember. Tehát akár mondjuk azt mondani, hogy tíz évvel ezelőtt, én amikor lent voltam splitbe, akkor hogyan mentem a városba. Ezt vissza lehet nézni. És ezekre érdemes odafigyelni, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, az én adatom miért lenne fontos. Ugye, tehát ez ilyen triviális. Jogos hogy a kérdés, igen. Igen, hogy engem senki nem akar megfigyelni, stb. Ez tény is való, de ahhoz, hogy társadalmakat szervezzenek, irányítsanak emberek, fontos az adat. Ugye ezért vannak úgymond közvéleménykutatások, amikor megmérik, hogy az adatok, vagy az emberek mit gondolnak, azok is adatok. De az adatokból is meg lehet mérni, tehát például lehet tudni azt, bizonyos korcsoport, ami bizonyos sportot kedvel, bizonyos dolgokat vásárol, ők milyen ételeket szeretnek enni. Ez most ilyen nagyon triviális dolog volt, de hogyha neked az adattestedben vannak hasonló meccselések, hamarabb fogsz kapni olyan értesítéseket, hogy ebben és ebben az áruházban olcsóbban vásárolhatsz, mint hogyha az adattested nem passzolna oda. Tehát akkor a Google algoritmusa, hogyha jól értem, már tudja, hogy én milyen reklámra, hirdetésre fogok reagálni, kattintani. Igen, igen. Ilyen és... termék, vagy adott esetben akár azt is, hogy mondjuk milyen színű gombra. Igen, és ez a nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy lehallgatják őket a telefonok, meg ilyenek, és egyáltalán nem erről van szó, hanem az adott testből ennyi minden kinyerhető, tehát például legjobb példa, ide mindig azt szoktam névtelenül hozni, hogy egyik ismerősömnek hamarabb dobott fel például a Google egy terhességi tesztet, és kisbaba ruhákat, mint hogy ő maga tudta volna, hogy terhes. És ez, ez már az a szint, amikor már valahol nagyon okosak az algoritmusok, de valahol még nagyon bének. Tehát például, amikor a Fehérházra, mit tudom én, ráírja, hogy könnyen látogatható múzeum vagy valami <laughs> ilyesmi. <laughs> Tehát, hogy egyébként még azon a szinten vagyunk, hogy már rengeteg adat van, de ezeket még nem teljesen tudjuk feldolgozni. És ugye szokás azt mondani, hogy az adat az új olaj. Mindenki ezzel lép be a, a online világba szerintem ez netó félrevezetés, mert adat az nem véges. Az folyamatosan termeljük. Minden adat. Az is, hogy most én ülök itt, te ott ülsz, ki van a kamera mögött. Ez mindenki adat. És itt hol van szerinted a határ? Mert hogyha most arra gondolok, hogy a Google nekem egy rúzs reklám helyett egy sportcipő reklámot dob fel, akkor azt mondom, hogy tök jó, mert engem inkább az érdekel. De hol van ebben az az egészséges egyensúly, hogy, hogy Előnyös nekem, de nem kell mondjuk veszélyben érezzem magam. Ez egy jó kérdés. Lévén ugye Európában van ez a GDPR, ami igazából ugyanúgy egy plusz adatgeneráló törvény, mert azzal, hogy te valamit nem fogadsz el, az is egy adat. És akkor ott lesz az, hogy te ezt nem fogadtad el. Ezek önmagában semmit nem mondanak, de amikor elkezdünk gondolkodni, és ugye a hacker szemléletnek valahol itt jön be a, a képbe, hogy miért, mindig keressük, hogy minek mi az érdeke, hogy te miért nem fogadtad el. Vagy az a találat miért nem található meg. És most a legbanálisabb, legegyszerűbb dolgokat próbálom elmondani, de de ott van mögötte az, az érdek, hogy te miért nem akarod, hogy ezeket megnézzék. És ez is egy plusz adat tud lenni, ami számomra nagyon érdekes, ugyanúgy, ahogy ha belegondolsz, letörölsz egy képet a Facebookról, Kezdjük az, hogy feltöltesz egy képet mondjuk a Facebookra. Sokan úgy írják, hogy szerzői jog meg ilyenek. Na most bármint amit feltöltesz a Facebookra. Az le... a Facebook lesz. Pontosan. Ugyanígy Instagramra, ugyanígy YouTube-ra, azonnantól nem a te tartalmad, hanem az adott szolgáltatói, vagy hogyha nincs beállítva bizonyos uh, beállításokba, akkor szabadon felhasználható képnek, videónak bárminek minősül. És ezért nagyon fontos, hogy uh, az emberek kicsit tudatosabban használják ezeket a platformokat, mert amikor odaírják, hogy tényleg, hogy ezt nem lehet ezt elvinni ezt a képet, akkor én mindig csak mosolygok egyet, az is el, aki szeretné, és lehet, hogy például az ő videója tök jól néz ki, és Ázsiába például egy lábgomba reklámba beteszik az ő fejét. Tehát találkoztam már ilyen esettel, és akkor hogy mit lehet ilyenkor kezdeni. Hát. Igen, tehát érdemes ezekre odafigyelni, hogy mit töltünk föl, milyen plusz adatot generálunk tudatosan magunkról, mert tudat, tehát ö, nem tudatosan úgy is rengeteg adatot fogunk magunkról generálni, de jobb odafigyelni ezekről, hogy mi az, amit megosztunk, és mi az, amit nem. Egy átlagos felhasználó, aki hétköznapi célokra használja az internetet, híreket olvas, vásárol esetleg, főleg itt a karantén időszakban, ő neki mit tanácsolná, hogy mi az a három, négy, öt legfontosabb dolog, amire figyeljen? Egyénfüggő igazából. Tehát, hogy erre ez a diplomatikus válaszom, ö, mindenki más és más a preferenciája. Én el tudom mondani a saját uh, dolgaimat, én nagyon egyszerűen minden kukit, amit lehet, letiltok, tehát minden sütit ugye. Szerinted egyébként az életszerű, hogy valaki beregisztrál egy oldalra és végigolvas egy 50-60-80 oldalas angol nyelvű felhasználási szabályzatot? Nem, egyáltalán nem az én is olvastam végig, amikor <laughs> regisztráltam, és én emlékszem, hogy 2007-ben még Farmville-re használtam egyébként a Facebookot, és azt hittem, hogy csak arra van. Tehát nem, egyáltalán nem életszerű, de, de jó, hogyha az ember kicsit ott van a tudatalattiában, hogy ezek a platformok jó, hogyha használja, mert nyilván rengeteg előnyel járnak, de azért figyeljen oda, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ami ingy, soha semmi nincs ingyen. És amit ingyen vannak, ott valami turpisság van. És ugye van hacker ez a mondás, hogy ezek a platformok azért ingyenesek, mert te magad vagy a termék. Azaz a az adataiddal fizetsz azért, hogy te használod azt az adott platformot. Menjünk végig néhány ilyen talán minden böngésző felhasználót érintő dolgon. Említetted már itt a sütiket, hogy érdemes esetleg nem elfogadni, ami, ami ugye nem kötelező. Ére valamit például az inkognitó ablak. Az inkognitó ablak önmagában se nem jó, se nem rossz. De nem akarom ennyivel kikerülni a választ, mert igazából csak annyit csinál, hogy nem menti le az előzményeidet. De ugyanúgy az adattestedbe az, hogy te mire kerestél rá, hogyan kerestél rá, milyen szavakat használtál, az ott lesz. Csak annyi mondjuk, hogyha el akarsz tüntetni valami keresést, tehát például Ika bútort szeretnél venni, amit nem akarod, hogy a párod lásson. A keresési gyűrűt azt mondjuk érdemes inkognitó ablakból keresni. Igen, de ny nyilván a bizalom a fontos a párkapcsolatokban, ez mert csak egy ilyen kis uh, példa volt, hogy uh, valójában az inkognitóablak annyira jó, hogy a keresési előzményekben nem lesz benne, hogy mire kerestél. De ezen kívül olyan nagy pluszot nem ad hozzá. Mi a helyzet a jelszavakkal? Van-e valamilyen tanácsod? Igen, kezeljük úgy, mint az alsógatyánkat, tehát hogy folyamatosan cseréljük őket. Nekem van egy elég rossz tulajdonságom, amit a barátnőm tanúsíthat, hogy van egy ilyen kis könyvecském, amiben ceruzával vannak felírva a jelszavak, mert én folyamatosan változtatom, és minden platformon én más jelszót használok. Nyilván az enyém kis nagybetű számokat tartalmaz, és 30 karakteresek, és nem szavakból állnak, tehát hogy én se tudom, csak fejből, ami eszembe jut, éppen leírkálom. Tehát ebből a szempontból nyilván nem kell ilyen szintre elmenni, tehát egy netpincér felhasználónak, vagy egy Facebook használónak nem kell ilyen szinten, de mondjuk jó, hogyha nem a minimális 8 karakter, hanem mondjuk 12-16 karakteres jelszavak, nem szótári szavakat használunk, amiket könnyen ki lehet pörgetni, tehát vissza lehet fejteni, hanem mondjuk valami Betűkombinációkat, van benne kis- és nagybetű számok, tehát a triviális dolgok, amik igazából ott le is írják a legtöbb oldal. Ami most például egy népszerű alkalmazás a TikTok. Nagyon sok cikket olvastam én is róla, hogy nem biztos, hogy tanácsos használni. Ennek ellenére azt látni, hogy több százezeren néznek meg magyar tartalmakat is, sőt milliók néznek meg. Neked mi a véleményed a TikTokról? Hát, ugye ebbe a témában nyilatkoztam. Van is egy videó fent a YouTube-on, elég hosszú. Röviden nem tudnám összefoglalni, én nem használom, és szerintem ezzel egy ilyen keretet adnék az egésznek, <laughs> még mielőtt belekezdenék, és így tűnünk több órát, hogy, hogy tényleg a TikTokot, ha lehet, akkor ne használjuk. Érintetted is már, hogy te viszont mégsem ezzel a témával, területtel foglalkozol. Mi az, ami megváltozott benned? én eredetileg se gondoltam azt, hogy ezekkel a szakmákkal külön-külön foglalkozzak, hanem vegyíteni szerettem volna őket. Tehát a bölcsész szemléletet, az etikus hacker szemlélettel, mert úgy gondolom, hogy a digitális bölcsészet az egy vadonatúj terep tud lenni, ami nagyon fontos, és számtalan olyan társadalmi aspektust tud vizsgálni, ami a magyar társadalom szempontjából is fontos tud lenni. Tehát, hogy azokat a trendek, amiket most látunk, azok hova futnak ki. Ezzel szerettem volna igazából foglalkozni. Itthon ennek annyira nincsen terepe egyébként, szoktam tanácsokat adni, tehát ettől függetlenül, de a fő tevékenységem az nem ez, hanem a családi cégben kezdtem el dolgozni. Mesélsz erről a családi cégről? A Hiláról van szó, ez egy légtisztító és helységtisztító berendezés. Mi ezt forgalmazzuk ide haza, már több mint 27 éve. Ez a világ egyik legjobb légtisztító berendezése. Most volt például COVID alatt, hogy Olaszországban a Sima, ez egy ilyen orvosi szövetség, amiben benne van Harvardi uh, tudós, benne van Milánói Egyetemnek tudósa, Frankfurti Egyetemnek tudósa, tehát egy, tehát egy, ilyen nagyon sok orvost összefogó szervezet. Ez letesztelték az Olaszországban kapható összes légtisztító berendezést, ez 3042 darab. És voltak bizonyos elvárások, hogy mit, mit, kell, minek kell megfelelni a légtisztítónak, és nem csak a labor környezetbe, hanem tényleg étterembe, iskolába, stb. Összesen négyet hoztak ki olyannak, ami megfelel, mint légtisztító berendezés, és amely valójában szűri a levegőben található különböző szennyeződéseket, egészen mondjuk akár 10 nanométeres eh, nagyságig, tehát mondjuk nem az ilyen 1-2 mikronig. Ebből az egyik a hila, a másik pedig a hilának a kis testvére a hila aera. Ez egy hatalmas nagy eh, hír volt itt Európában, Olaszországban foglalkoztak vele főműsoridőben, Németországban az RTL klubon ment műsor Csillébe, Magyarországon lehoztak. nem láttuk. Hát igen, itthon egy BME cikk volt igazából az egészből, abból is egy kis sáv, és én a Budapest school dolgoztam együtt egy ilyen kísérlet keretében, ahol azt néztük két hónapon keresztül, hogy a Budapest School Brezno-ba a levegő minőség, páratartalom, hőmérséklet hogyan változik, amikor hilát használunk és amikor nem. Hát és elég pozitívak lettek az eredmények. Most a corvinus indult el egy ilyen nagyobb átszövő kutatási fázis, ahol előkészítjük azt, hogy hogyan lehet a corvinus kutatni magát a levegő minőséget. Visszatérve a Budapest tudsz esetleg egy konkrét számadatot mondani, hogy mi volt a különbség? természetesen. Ide fontos leszögezni szerintem azt az elején, hogy sokan a napi hírekből tájékozódva a kültéri légszennyezettségről hallanak csak. Tehát, hogy a városoknak a levegő szállópor koncentráltsága csak nő és nő, stb. Egyre szmogosabb körülöttünk a levegő, ilyenek. De nincsenek azzal tisztában, hogy az igazi úgynevezett láthatatlan gyilkos az a beltéri levegőnknek a légszennyezettsége, ugyanis 5 10 magasabb a beltéri légszennyezettség, és most alábecsültem, mert vannak olyan kutatások, amik 50-szer szennyezettebbnek mondják egyébként a beltéri levegőt, de ugye a beltéri levegő az szennyezettebb, mint a kültéri. És a szenzorokból tökéletesen látszott az, hogy amikor a gyerekek bementek az iskolába, akkor kint milyen levegő volt, ez egyébként a bakcsomópont fölött van, és bent az osztályteremben milyen levegő volt. És azt lehet elmondani, hogy a hilával úgy, hogy heti háromszor volt bekapcsolva, kevesebb, mint fél órára, egy hónap alatt megharmadoltuk a légszennyezettséget. Ez számokban azt jelenti, hogy a PM 10-et azt átlagot mondok most, mert nyilván ezek változnak. Ez mit jelent pontosan? A PM10 az a szállópor, amit szoktak mérni városokba, illetve van a PM2,5, ami pedig a finom por. Igazából ez az, ami a tüdőnkre káros. A PM10-et azt 63 mikrogram per köbméterről lecsökkentettük 19 mikrogram per köbméterre, de úgyhogy mondom, heti háromszor, fél óráig volt csak bekapcsolva a légtisztítókészülék, csak ezzel takarítottuk ugye a helységeket is. A PM2,5 az pedig 49 mikrogram per köbméterről lecsökkent 8 mikrogram per köbméterre. Nyilván ez azóta sokkal inkább csökkent, mert sokan nem tudják, hogy nem elég a belső levegőinket tisztítani, mert a belső levegőt azért nem mondják koszosnak, mert a szállópor itt leülepszik. És nyilván, ha ebbe a szobába, ebbe a stúdióba mi nem vagyunk itt, akkor nincsen légszennyezettség, hiszen leülepedett a szállópor a bútorokra, a szövetekre, asztalra, a lámpákra, mindenhova. De amikor bejövünk, mozgunk, akkor fölverjük ezeket. És szerintem mindenki találkozott már azzal az élménnyel, hogy amikor besüt a nap egy adott szobába a relux szálóra, Látni a fényben a szállóporokat, porszemeket. Fontosan. Az emberi szem kevesebb, mint 1%-át látja ezeknek a poroknak. Nekünk van egy olyan lámpánk, ami a 3-5%-át meg tudja mutatni, de nyilván maga itt a készülékből kiáramló levegő a fontos. Érzetre, teljesen más. Nem akarok ilyen marketing szlogent mondani, de szó szerint olyan, mintha egy vízesés alatt állna, az ember olyan levegő jön ki. És amire nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon több mint 17 éve egyedül a Hilának van levegő és helységtisztító berendezések közül ANTS minősítése és ajánlása. Rengeteg ajánlás doktori minősítéssel rendelkezik. Szerintem azt mondhatom, hogy a legtöbbel a világon, mert a Hilának nem csak az a célja, hogy készülékeket értékesítsen, hanem ezeket a kutatásokat egyébként ő pénzeli, hogy valójában megtudjuk, hogy mi az, amire érdemes fejleszteni a készüléket. Tehát milyen olyan porok vannak még, na most itt csak a szállóporokról beszéltünk, de ide sorolhatók azok a Vox úgynevezett vegyi anyagok is a levegőben, mint például a formaldehid, tehát minden egyes bútor, főleg az ilyen fabútorok rengeteg formaldehidet árasztanak, ami nyilván nem valódi fa, hanem ugye préselt fa, tehát hogy formaldehidet árasztanak magukból, amik rákkeltőek, de ide sorolhatók mindenféle egyéb más kémiai vegyületek is. Vagy Sokokban ide... felmerülhet viszont a kérdés, hogy akkor mondjuk egy felmosás, az nem tud segíteni? Nem, és itt, 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 jönnek az érdekességek, ugye, amit mondtam, hogy a szakmán mélysége, hogy valójában ilyenkor mi a mikro repedésekbe belemossuk a koszokat, és egy adott nagy koszövetet, amit úgy nevezett optikai pornak, ami fizikai por is, de optikai porként ö, ö, definiálunk, azt csak fizikai porrá minősítjük. Magyarul szétkenjük az adott felületen, és felszedjük a három kötőjel 15%-át. A többi ott marad a padlón. Ezért van az, hogy a beltereinkben, uh, biztos veled is volt már olyan, hogy elfáradtál, nem? Persze. És ilyenkor te mit csinálsz, amikor úgy, ne, úgy gondolod, hogy nehezebb a levegő, vagy fáradékonyabb vagy, és mondjuk frissülésre vágysz, akkor kinyitod az ablakot, kimész a teraszra, vagy... Például. De hogyha kint szennyezett a levegő, akkor ezt miért csinálod? Mégis jobban esik. Mert a kinti levegő tisztább. Pontosan azért, mert annyi koszgyűlömlik fel a háztartásokban, hogy ez az ember szervezetére iszonyatosan nagy hatással van, csak sajnos nem jó hatással, hanem káros. Egy új rendszert vezettek be a családi cégbe. Mi a következő nagy tervetek? Próbáltunk egy olyan új, új üzleti rendszert képíteni, amit bárki kipróbálhat, és megnézheti, hogy neki is az a fajta üzleti eh, életvitel, amit én csinálok, az menne el neki. Ez egy Direct Network Marketing hálózat lesz, amit most a barátnőmmel eh, csünk Hila Junior Club a neve, és szeptembertől indul egyébként úgy, hogy... Ha bárkit érdekel, akkor meg tudja találni az interneten. Igen, igen, igen. És te egyébként, ugorjunk vissza egy picit, hogyan lettél vállalkozó? mert hogy ez, itt a családi vállalkozáson belül dolgozol. Igen, én eredetileg egy takarító céget hoztam létre, ez a Healthy Cleaning volt, ez megkapta a Telekom tetrekész díját, stb. Tehát egy elég modern céget hoztam létre, ahol kamerával voltak felszerelve a takarítók, ahol minden munkafolyamatot digitalizáltunk pontosan azért, hogy sokkal hatékonyabb legyen. Itthon nem nagyon volt ilyen takarító vállalkozás, Elég sikeres lett abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan cég kereste meg, ami a biztonságot is szem előtt tartotta, nem csak a tisztaságot, mert nehéz volt úgy eladni a céget először, hogy ez mennyivel tisztább dolgot tud, mennyi orvosi ajánlásunk van. Vagy be, az nem érdekli a cégeket. Viszont az, igen, ami, és itt jön vissza, hogy hogyan tudom ért, eh, hasznosítani például az etikusokkal szemléletemet. A, a nagy cégeknél a beszállító lánc iszonyatosan fontos, mert lehet egy cég védett és biztonságos, ha a beszállítói nem azok. Tehát például sokan nem gondolnak bele, de a takarító mindenhez hozzáfér. Na most, ha bedug egy pendrive-ot, kivesz a szemétből valamit, az olyan üzleti titok tud lenni, ami például a mi cégünk szempontjából érzékeny. A banki alkalmazott ismerőseim mesélik, hogy nem vihetnek be saját Pendrive-ot, külső Winchester-t, vagy éppen nem vihetnek haza sem. Pontosan. Viszont ott egy takarító, akinál ott a telefon előveszi, pötjök is a többi. Mert egy takarítónak nem írják elő, hogy ne hoz be a telefonodat, az alkalmazottnak igen. takarítónak nem írják elő, hogy ne menj fel a wi re és lehet, hogy ő előtte annyi vírusos oldalt nézett, hogy csak fölcsatlakozik az access point-ra, és akkor ha, megfertőzi az adott hálózatot. Nyilván ez most nagyon banális példa, de az egyáltalán nem az, rengeteg olyan céggel találkoztunk, ahol például pendrive-on keresztül lopták ki az adatot, takarítók. Na most Ugyan én cégemben azért volt minőségbiztosítási videó, hogy ne az legyen, hogy valaki valahol kitakarított. Reggel hatkor bement az első kolléga, kijöntötte a kávét, bejött a főnök 9-kor, és azt mondta, hogy át, ki sincs takarítva. Ezért lett létrehozva. De a másik oldalról viszont rájöttem arra, hogy ez nagyon fontos tud abban a szempontból lenni, hogy amikor például testkamerát visel egy takarító, akkor láthatjuk, hogy mit takarít. És utána vissza lehet nézni, az adott megrendelő nyilván egy biztonságos csatornán vissza tudta azt nézni, hogy mit csinált a takarító, így tisztában lehetett azzal, hogyha valamilyen Információ információbiztonsági incidens történt a cégébe, akkor azt mi okoztuk-e, vagy nem? És hát mindig az volt, hogy nem, hanem valamilyen munkatársok belső munkatárs volt a problémás. De ugye mindig a takarítókra próbálták ezt kenni, mert biztos. És erre én nagyon odafigyeltem. Uh, illetve hát nyilván a minőségre is, de hát az, valljuk be, Magyarországon még nem tartott, mint mondjuk nyugat európába Ki az, aki inspirált téged a vállalkozói pályafutásodban? Az élet. Uh, mindig szerintem az egy irány, hogyha az ember többre törekszik, és tök mindegy, hogy mit csinált, tehát uh, rakodó munkás a reptéren, portás, takarító, etikus hekker, vagy egy CEO, nagyon fontos, hogy uh, amit végez, azt jó végezze, precízen végezze és oda tegye magát. Mert ez az, ami meghatároz, ami minőséget ad magába, és itt kicsit azért haraptam el a mondatot, mert nagyon fontos, hogy mit ad ki az ember magából, tehát hogy milyen produktumot generál. Mint neked, ahogy a Korlátok Nélkül magazin, egy nagyon minőségi magazin, úgy számomra annó, amikor csináltam 19-24-es koromig, a takarítás az egy nagyon minőségi dolgot képviselt. És, és próbáltam a lehető legjobbat kihozni bele, a munkatársaimat is erre próbáltam képezni, Abszolút ez volt a fontos, és ez az, ami inspirált, hogy minél jobb legyek, de úgy, hogy, hogy az élet minden területén. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez megfogható-e valahol, mert itt nem csak az, hogy akkor minél hatékonyabb, minél emberségesebb, tehát ez iszonyatosan sok árnyalatú ez a dolog, egyszerűen csak jó embernek lenni. Ez, ez az, ami inspirált folyamatosan, hát meg most a barátnőm. És édesapától mit tanultál, vele csináljátok a közös céget? Igen. Euh, édesapám, ő vállalkozói szemléletet adott át nagyon. Szerintem a szüleim mentalitásának nagyon sokat köszönhetek, mind édesanyukámnak, mind édesapámnak. Rettentő komplexen és sokoldalúan látják a világot. Amit kaptam tőlük, az az, hogy legyek nyitott. És soha ne adjam föl. Ez a legfontosabb szerintem. Bár még te is nagyon fiatal vagy, mi az, amit tanácsolnám mondjuk most egy. Középiskolás diáknak, aki vállalkozó szeretne lenni. Vágjon bele. Ez, ez alap. El fog bukni. Tehát, hogy ez. ez nekem is hazudnék, az ha azt mondanám, hogy egyből minden így ment flottul. Rengeteg probléma van, amikor az emberek kezd vállalkozni, mert olyan kérdés, vagy olyan problémák fölmerülnek, aminek a legelején még a kérdését sem tudta az ember, tehát még a kérdést sem tudta föltenni, de ez a szép. Merjen vállalkozni, csinálja a lehető legjobb tudása szerint, és folyamatosan fejlesz magát. Ez, ez a legfontosabb. De bármit csinál az ember, tehát nem muszáj vállalkozónak lenni, ha sportoló, ha orvos, ha bármilyen szakterületen van, fejlesz magát. Mert különben az élet az elpereg elperem mellőlünk, tehát hogy egy életünk van, és szerintem érdemes ezt kihasználni. Mi az, amit a legjobban élvezel benne? Az életben? A vállalkozásban. A kihívást, és azt, hogy valahol a magam ura vagyok. Tehát, hogy ha reggel hatra megyek be dolgozni, és eljövök nyolckor, már reggel nyolckor, akkor az az én döntésem. Ha tízre megyek be, és délután kettőig vagyok, az is az én döntésem. Meg az is, ha reggel hattól este 9-ig, 10-ig dolgozott. Ez mind az én döntésem, és ebből adódnak nehézségek, de adódnak valahol pozitívumok is, ugyanúgy, ahogy minden dologban az életterületén, nagyon szabadnak érzi magát az ember, és, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az ember szabad legyen, és ne függjön különböző külső tényezőkre, amire nincs ráhatása. Ugyanúgy, mint a légtisztításnál, ugye a külső levegőre nincsen ráhatásunk, a beltérire van. Ugyanígy a vállalkozásnál, tehát hogy van arra ráhatásom, hogy most többet szeretnék beletenni, és többet szeretnék majd kivenni, vagy inkább azt az időt, azt másra fordítom. Tehát akkor nagyon sok sikert kívánok neked ehhez. Kívánom, köszönöm. hogy élvezd tovább ezt a szabadságot, ezt a vállalkozást, és köszönöm, hogy eljöttél és itt voltál. Én köszönöm. Ti pedig ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha tetszett a videó, illetve a Facebookon és az Instagramon is megtalálhatóak vagyunk. A jövő héten pedig jelentkezünk a következő résszel. Sziasztok!